Köszöntöm a nézőket! Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunk mai adásában dr. Batthyány István a radiológia titokzatos világába vezet be bennünket. Bővítse ismereteit velünk! Szeretettel köszöntöm a tévénézőket otthon a készülék előtt. Mai előadásomban a radiológia világával szeretném megismertetni önöket. Wilhelm Konrad Röntgen kísérleteiben felismerte azt, hogy a katódsugár csőből származó sugár hatására képződik valamilyen olyan sugár, ami a különböző anyagokon áthatol, és az áthatoló képességét vizsgálta a sugárnak, mikor egyik kísérleténél a keze véletlenül benne maradt a képben, és észrevette azt, hogy látszik az ujja, és egy addig soha nem látott világ tárolt fel előtte, megláthatta saját csontját. Tovább folytatta a kísérleteit, és 1895. december egyik éjjelén a nagy izgatottságában a feleségének szólt, hogy jöjjön le a laboratóriumba, és nézze meg, hogy ő mivel foglalkozik, és megkérte a feleségét, hogy tegye a kezét egy fényérzékeny lemezre, majd a Crookes-csővel egy mai értelembe vett röntgenfelvételt készített, előhívta a felvételt, és felesége döbbenten állt a kép előtt, és felkiáltott, hogy Istenem, olyan érzésem van, mintha a saját halálomat nézném. Gomba módra szaporodtak a különböző röntgenkészülékek, és nagyon sokan elkezdtek röntgencsöveket, röntgenkészülékeket gyártani. Természetesen ennek volt egy adott limitje, az akkori technológia, és itt egy nagy robbanás az 1970-es években következett be, amikor is létrehozták a Central Processing Unitot, ugye a számítógépeknek a mikroprocesszorát, és elindult egy óriási fejlődés a számítástechnika területén. És a számítástechnikai fejlődés tette lehetővé azt, hogy a röntgensugárral keltett képből különböző manipulációk révén megfelelő információkat nyerjön ki, illetve újabb képalkotó módszerek kifejlesztését tette lehetővé. Mi a radiológia és mi a radiológus szerepe a gyógyítási folyamatban? A radiológus tulajdonképpen mondhatjuk úgy is, hogy a képalkotó diagnosztikának a szakembere, amely gyakorlatilag az orvoslás egész területét átszövi. Tehát szakmától, klinikai szakmától függetlenül minden klinikai szakmának a diagnosztikus képi információja a radiológiában képződik, és a diagnózisok itt születnek. Természetesen a diagnosztikus területen kívül van egy másik nagy terület, a terápiás terület a radiológiának, ezt intervenciós radiológiának hívjuk. A régebbi időszakban még a sugárterápia és a radiológia része volt, ez azonban az utóbbi években Pécsi Tudományegyetemen 2002-ben vált le, és önálló onkoterápiás intézetté alakult nagyon helyesen, és ma már a terápiás részt, a katéterterápiás rész az intervenciós radiológia képviseli. Ennek főbb csoportjai vannak, melyeket elkülöníthetünk: érrendszeri intervenciós radiológiai beavatkozások, az érrendszeren kívüli beavatkozások, és a daganatos betegeknek a szelektív intervenciós onkoradiológiai kezelései. Későbbiekben, főként a II. Világháború szonár technika fejlődésének köszönhetően, amivel a tengeralattjárókat keresték a hadihajók, ennek köszönhetően, ennek a továbbfejlesztéseként jött létre az emberi ultrahang diagnosztika, ahol tulajdonképpen az ultrahang rezgéseket, tehát egy mechanikai rezgést használunk. A komputertechnika fejlődése lehetővé tette a CT vizsgálat elterjedését. Ugye a CT az a komputer tomográfia, ez nem egy más módszer, mint a röntgennek egy speciális megjelenítése, ahol harán szeleti megjelenítést készítünk az emberi testről, emberi szervezetről, nyilván a kérdéses területen. A komputer tomográfiánál is megjelentek új technikák, ezek között a sokszeletes CT berendezéseket emelném ki. Ma már 64, 128, sőt 320 szeletes CT berendezés is van. Ez azt jelenti, hogy a CT berendezés alaptechnikáját tekintve van egy röntgencső, vele szemben van egy detektorrendszer, egy ilyen gyűrű formájú szerkezetben körbefordul a beteg körül, 180 fok fordulat esetén tudunk egy harántszeleti képet alkotni egy betegről. Most gyakorlatilag ezzel a sokszeletes CT-vel, hogyha most 320 szeletet tudunk egyetlen egy körbeforgásra készíteni, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy 15-20 centis területet meg tudunk vizsgálni egyetlen sugárnyaláb segítségével. Napokban is zajlik ez a forradalom, digitális forradalom, és a radiológiai technikának a modernizálása. Itt látunk ezen az ábrán néhányot, ezek közül felsorolva. 2007-ben Pécset került letelepítésre az első dual source CT. Ez egy újszerű technika,
ami azt jelenti, hogy a CT technológiát, tehát a komputer tomográfiát továbbfejlesztve 2 röntgencsövet helyeztek el a készülékben, és ez egy teljesen új távlatokat nyitott a diagnosztikában, erről még beszélni fogok a későbbiekben. A térbeli felbontást, amit a képalkotó módszerekkel képesek vagyunk elérni, nagyban megnövelték. Ma már 25 mikrométeres felbontást is képes egy digitális rendszer elérni. Óriási. Hát ha belegondolunk abba, hogy egy vörösvérsejtnek a nagysága mekkora, ott tulajdonképpen olyan 6-7 mikron környékén mozognak a vér alakos elemek, akkor a 25 mikrométer felbontás ez borzasztóan kicsi, borzasztóan jó felbontást jelent, és igazából az is egy örvendetes tény, hogy erre a felbontásra jelenleg egy magyar gyártó képes a világban. Tehát a szürke állomány Magyarországon megvan, csak élni kell vele, és nem visszaélni. Természetesen ezek mellett még a molekuláris diagnosztika előtérbe került, amikor is különböző anyagokkal képesek vagyunk akár a sejteknek egy különböző kis pontjához kapcsolódva izotópokat vagy jelölő anyagokat odajuttatni, és ezeket képileg ábrázolni. Ez a jövő technikája, ez folyamatosan fejlődik, és ennek érdekében fejlesztették ki a gyártók a kombó készülékeket. A kombó az a kombinált szóból származik, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a részletes anatómiai információt nyújtó haránc szereti technikák, például a CT-MR technológiához, hozzá kapcsoljuk a funkcionális információt nyújtó izotop technikát. És ezt a két vizsgálatot együtt megcsinálva, egy asztalon, ezeket a képeket egymással fúzionálva jelenítjük meg, és pontos anatómiai lokalizáció mellett meg lehet jeleníteni a funkcionális eltéréseket. Tehát ez a ma már elérhető technológia, a PET-CT, például SPECT-CT működik hasonlóképpen, vagy mondhatnám a PET-MR-t, amelyet nemrégen fejlesztettek ki. Ha megnézzük ezt a képet, a radiológusnak a diagnosztikus látásmódját szeretném mutatni. Tehát nem elég, hogyha nézzük a képet, észre is kell venni a betegséget. Ez körülbelül hasonló, mint ahogy az ábrán látható mocsaras tájat nézzük, de nagyon sok a részlet, de tudni kell, hogy ebből a részletből mi az, aminek ott helye van, és mi az, aminek nincs helye. Ebből kell észrevenni a kórosat. Körülbelül a képi diagnosztikai munka hasonló feladattal áll, ismerve az anatómiát, ismerve a részleteket. Itt látjuk, hogy ebben a felső sarokban például ezt a kis madarat kell észrevenni az ágon, hisz az a betegség ebből a nagy, kaotikus képből. Ehhez kell a tapasztalat, és ehhez kell a gyakorlat. Ezért van az, hogy nem mindenki képes a diagnosztizálásra, nézni mindenki tud, látni gyakorlat kell. Ez egy új berendezés, ami a világon az első készülék a Pécsi Tudományegyetemen lett letelepítve. Ez egy teljes test szkenner, egy digitális berendezés, ami 2 röntgencsövet tartalmaz. 2 röntgencsővel szemben egy nagy érzékenységű gázdetektorok helyezkednek el, mely egy francia professzor Georges Charpaknak a találmánya, aki Nobel-díjat is kapott ezért a találmányáért. És látjuk, hogy a vizsgálattal álló helyzetben, tehát fiziológiás testtartásban egy teljes test röntgenfelvételt lehet végezni egyetlen szkenneléssel, és ez miután 2 röntgencsövet tartalmaz, egy egyszerre kétirányú felvételt szolgáltat. A felvétel természetesen nagyon nagy felbontásban készül, ezért bármelyik részére rá lehet nagyítani, akár a mellkas részét meg lehet nézni, vagy akár a csontokat, vagy bármelyik részletét ki lehet nagyítani. Ezen a képen látszik a Dual Source CT berendezésünk, aminél látjuk, hogy egy gyűrűszerű elrendezés van, és ebben a gyűrűszerű elrendezésben van egy asztal, erre fekszik a beteg, és a gyűrűbe betolva az asztalt készül el a vizsgálat. Ez a gyűrű látszólag nagyon szép dizájnos, egyszerűnek tűnik, mégis mögötte iszonyatos technikai háttér van. Ha megnézzük ezt az ábrát, akkor látjuk azt, hogy a gyűrűt, magát ezt a gantry-nek hívjuk, és ezen a gyűrűn belül az elektronikus berendezések nagy sebességgel forognak a beteg körül, tehát ez tartalmazza a röntgencsövet és az érzékelő rendszereket, és ez miután dual source, tehát 2 forrású, 2 röntgencsővel szerelt berendezésről van szó, ezért 2 röntgencső plusz 2 detektor rendszer található a rendszerben. Másodpercenként a rendszer 3-szor körbefordul a beteg körül, ez azt jelenti, hogy iszonyatos sebességgel mozog, ez a videó mutatta azt, hogy szemmel nem is látható a mozgás, és maga a súlya a forgó tömegnek az 1,6 tonna, és a forgás révén 30G erő hat magára a készülékre.
Meg tudjuk mondani egy éren belül, ha van egy eredszikítő meszes elváltozás, vagy van egy eredszikítő elváltozás, hogy az milyen jellegű. Az zsíros, mennyi kálciumot tartalmaz, milyen tömör a kálcium benne. Tehát analizálni tudjuk ezeket a szűkületet okozó elváltozásokat, és meg tudjuk mondani, hogy ez a szűkületet okozó elváltozás az összetétele alapján ez egy magas kockázatnak felel meg, vagy egy alacsony kockázatnak. Ugye vannak bizonyos szűkületet okozó elváltozások, amelyek zsíros plakkoknak hívunk, és ezek meglepethetnek, és a tartalmukat kiöntve az érrendszerbe hirtelen érezzáródást okozhatnak, és fiatal korban is akut halálhoz vezetnek. Ezeket a plakkokat jól ki lehet válogatni. A kőanalízist hogy végezzük? A kőanalízeseknél jobb oldalon látjuk, hogy van itt 5 darab ilyen kék valami, ezek betegekből kiszedett mesekövek. Az urológus kollégáktól kértük kölcsön, hogy demonstrálni tudjam ezt az előadást. Itt különböző anyagú kövekről van szó. Ha a két duál energiás módban mért adatokat egy koordinátorrendszerben ábrázolom, és a vizeletnek a denzitásából, a vizeletnek a sűrűségéből indulunk ki, egy vonalat állítok erre a koordinátorrendszeren belül, akkor megtehetem azt, hogy azokat a pontokat, amelyek a vonal alá esnek, ezeket mondjuk pirossal jelölöm, ami a vonal fölé, azt kékkel jelölöm. Ha tovább megyünk, akkor látjuk azt, hogy a görbe meredettségét megváltoztatjuk, akkor meredekségnek megfelelően már változik a kép, és megjelenik egy másik kőn is a pirosság, ez a cisztin. És ha tovább változtatom a meredekséget, akkor a hidroxilapatit és így az oxalát is folyamatosan beszíneződik. Tehát ezzel gyakorlatilag pontosan meg tudjuk azt is mondani, hogy milyen összetevőket tartalmaznak ezek a kövek. Természetesen a szöveti perfúziós vizsgálatok is nagyon fontosak, hisz például a duál energiás CT-vel egyszerre tudjuk ábrázolni a tüdőereket, direkt láthatóvá tudjuk tenni magát a vérrögöt, ami esetleg tüdőemboliát okoz. Láthatóvá tudjuk tenni az egyéb tüdőbetegségeket, amelyek utánozhatják a tüdőembolia képét, és egyben ábrázolni tudjuk a jódatomok eloszlását a tüdőszövetben, mint ahogy ezen a képen látjuk, ahol a bal oldalon látunk egy teljesen normális tüdőt, ahol a jódatomok eloszlása teljesen homogén, de ha megnézzük a jobb oldali ábrát, ami egy súlyos tüdőemboliának a képe, akkor látjuk, hogy nagyon sok területen ez a pirossal, sárgával jelölt jódeloszlás kiesik, hiányzik, tehát ezek a területek kiestek a keringésből, és nagy fokban csökkent a tüdő perfúziója, ez egy nagyon súlyos tüdőemboliának megfelelő kép. Azzal, hogy állószervként tudjuk leképezni a szívet, és a szív elektromos működésének különböző fázisaiban tudunk képet alkotni, akár mozgásában is leképezhetjük, és ábrázolhatjuk a szívet különböző fázisokban. De természetesen speciális látásmódot is megjeleníthetünk. Itt például tehetünk egy virtuális utazást a koszorúerekben. Ezt a filmet pedig ajánlom azon kedves hallgatóimnak, akik dohányoznak, ha látnák egyszer a saját koronáriájukat, hogy milyen felrakódásokat tud okozni a dohányzás, akkor lehet, hogy nagyobb kedvel állnának neki a leszokásnak. Itt látunk egy koszorúeret, ahol ezek a szürke területek, ezek a fali felrakódások, amelyek szűkítik az érrendszert, és természetesen egy idő után a szűkület mértéke már keringési zavart fog okozni, és ezzel oxigénhiányos lesz a szív, ami aztán infarktushoz vezethet. És térjünk át a terápiás területére a radiológiának. A radiológiaterápiás területét intervenciós radiológiának hívjuk, ezt 67-ben vezették be ezt a fogalmat, és ezt szeretném mondani, hogy a fogalmat 67-ben vezették be, de klinikánkon, a Pécsi Radiológiai Klinikán már 1964-ben az országon elsőként indult el az intervenciós radiológiai terápiás munka. Az intervenciós radiológia feladata, hogy elősegítse a kórisme gyors és helyes felállítását, és szerepet vállaljon a betegek gyógyításában. Tehát itt már a radiológus, mint gyógyító orvos jelenik meg a beteggel szemben, és ez addig nem nagyon volt látható. Én is, amikor az intervenciós radiológiai pályámat kezdtem, számos levelet kaptam betegektől, ahol megköszönik a munkámat, és úgy szól a levél, hogy tisztelt sebészfőorvos úr. El se tudták képzelni, hogy én nem sebész vagyok. Pedig minden szakmának van sebészeti vonatkozású területe, és az intervenciós radiológia fejlődésével ez egyre szélesebb körű. Az intervenciós radiológia fejlődését is egy Forstmann nevű fiatalember tevékenységéhez datáljuk, amikor 29-ben medikusként
egy őrült ötlettől vezéreltetve egy uréter katétert fölvezetett a saját könyök vénáján, hogy bebizonyítsa azt, hogy igenis az érrendszerbe be lehet vezetni ilyen eszközöket, ugyanúgy, mint a húgyukba. Földugta ezt a saját vénájába ezt a katétert, majd utána fölgyalogolt az első emeletre a földszintről, csináltatott egy röntgenfelvételt a kezéről, úgyhogy a keze és a mellkasa benne legyen, és látszott, hogy a katéter vége bent belóg a szívébe. És ez volt az a pont, amikor elkezdődött az angiográfia időszaka, ma már az érbetegségek kezelésének egyik elsődleges módszere, az intervenciós radiológia. Ha ez valahol nem így történik, azon el lehet gondolkodni, hogy miért. Ha a beteg vérzik, néha a mentő hozza a beteget vérzéssel, akkor vagy megoperálják és elállítják a vérzését, vagy megembolizálják. Hát az is egy megoldás, ha valakinek mondjuk van egy daganata, amely súlyos vérzést okoz, akkor beviszik az angiográfiás műtőbe, az intervenciós radiológus megcsinálja az érfestést, látja, hogy melyik ér vérzik, és speciális anyagokkal elzárja a vérző eret. És ezzel megmentette a beteg életét, kihúzza a katéterét, a beteg másnap már fölkelhet. Mit tud csinálni az intervenciós radiológus daganatok esetén? A 90-es évek elején, 93-ban dolgozták ki Japánban, ahol nagyon sok a elsődleges májrák, a kemoembolizációs kezelést. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha van valakinek egy olyan májrákja, ami nagyon gazdagon erezett, ez jellegzetessége ennek a daganatféleségnek, akkor ha beadunk oda egy olyan anyagot, ami azon kívül, hogy sejtkárosító hatással rendelkezik, elzárja a daganat erejét és ezzel oxigénhiányt generál, akkor itt a hatásokat össze lehet kapcsolni. Ezt célozta a kemoembolizáció, amikor egy lipiodol ultrafluid nevű olajos kontrasztanyaghoz kötünk, adunk hozzá citosztatikumot, és ezt a keveréket adjuk be a daganat ellátó érbe, ott ez megakadva a daganatos erekben érezzáródást okoz, és a hozzákötött citosztatikum hosszú ideig kiszivárogva fejti ki a hatását és károsítja a szöveteket helyben, ahol a daganat van. Azt is tudjuk, hogy ha valakinek májdaganata van, ugye külső sugárkezeléssel ezt nem kezeljük, mert maga a májnak a sugárérzékenysége az olyan, hogy ha kívülről besugarazzák, a normál májszövet hamarabb elpusztul, mint a daganat. Tehát ezért külső sugárkezeléssel nem igazán kezelhetők ezek a tumorok. Viszont ha bejuttatjuk az izotópot a daganatba, és egy bétasugárzás, egy nagyon meredek dózisesést látunk az izotóp esetében, akkor az épszövetek megkímélése mellett mégiscsak lehet sugárkezést végezni. Ennek egy újabb, modernebb formája a szelektív intraarteriális sugárterápia, ez pedig gyárilag előállított mikroszemcsékkel végzik, amely itrium 95 izotópot tartalmaz, ugyanúgy bétasugárzó, mint a 831, és nagyon nagy dózist, 50 gré gózdózist lehet leadni a daganatra, így, hogyha oda daganatba juttatjuk szelektíven a szert. Van másik csoportja is a daganat roncsoló kezeléseknek, ezek a képalkotó vezérelt tumor roncsoló technikák, amikor kimondottan a daganatot célozzuk, és a daganat szövetét próbáljuk tönkretenni. Ennek két fő formája létezik, a kémiai abláció, vagy kémiai tumorroncsolás, vagy pedig a hőabláció. A hőablációk az egy teljesen új kezelési forma, és ez igazán nagy sikert futott be világszerte. Ezeknek is a legszélesebb körben alkalmazott formája a rádiófrekvenciás abláció. Ebben az esetben egy elektródát viszünk be a daganatba, és a daganatot ott helyben megsütjük. Föl tudjuk vinni a hőmérsékletet 100 fokra, és különböző típusú elektródákkal, különböző geometriájú térfogatot tudunk megsütni, és nagyon jól tudott az, hogy még egy daganatnak lehet gyógyszerrezisztenciája, tehát lehet olyan, hogy egy gyógyszerre nem érzékeny, lehet olyan, hogy sugárrezisztens egy daganat, tehát sugárra nem nagyon érzékeny, a hőre nincs rezisztens szövet, hőre minden elpusztul. Tehát, hogyha a hőmérsékletet fölviszem 54 Celsius fölé, és ott tartom egy percig, akkor az már egy maradandó kártósulást okoz a sejtnél. És képzeljük el, hogy ezekkel a technikákkal 100 fokra visszük a hőmérsékletet ezen a területen. Egy hőfixáció lép fel, tehát a daganatsejtek láthatóan ott maradnak, csak az életképességük szűnik meg, az enzimfunkció megszűnik, tehát halott sejtként maradnak ott helyben. Nézzük meg, hogy mi vezetett igazából a radiológiának a gyors elismeréséhez. Hát egyrészt, hogy más beavatkozásokhoz képest hasonló eredményt ad, és alacsonyabb a kockázata, alacsonyabb a szövődmény aránya,
Az esetek nagy részében alkalmazható azoknál a betegeknél is, akik nagy műtéti kockázattal rendelkeznek, és akik nem operálhatók. Nagyon kis sebzésen keresztül végezzük a beavatkozást, ezek egy 2-3 mm-es kis lukat jelentenek, amin keresztül az eszközeinket bevezetjük, vagy az érrendszerbe, vagy a testüregünkbe, és elérhetők ezen a módon a mélyebben fekvő területek is. A sebészeti műtétek szövődmények az elhárításában is ezeket a módszereket alkalmazzuk. A másik nagy előnye, hogy ezeknél a beavatkozásoknál nincs szükség egyhetes, kéthetes kórházi ápolásra. Ezek általában egynapos kezelésként megoldhatók, tehát ezek az úgynevezett overnight kezelések. Így a kezelés költsége az csökkenthető, és hát a betegnek sem mindegy, hogy egy éjszakát töltött benne, és utána szeretői körében gyógyul, utána a továbbiakban még magyar kórházi viszonyokat figyelembe véve még egy hetes bentfekvést eredményez. A költség pedig az egész gyógyítási folyamatot szemlélve olcsóbb, mint a többi megoldás. Ez a kép egy EPEUT intervenciós radiológiai beavatkozást mutat, ahol látjuk ezen a képen, hogy ultrahang vezérelve történik az EPEUT-nak a megszúrása, és azért tessék megnézni, itt nem sok vért lehet látni. Tehát, hogyha gyakorlott kézzel végzi az ember, el tudja kerülni a nagyobb vereket, akkor gyakorlatilag vér nélkül, vagy nagyon pici vérzéssel megoldható a beavatkozás. Itt látjuk ultrahanggal, hogy hogy látszik a bevezetett vezető drót a tágult EPEUT-ba. Itt elzáródott a közös epevezeték, ez csak a májban lévő epevezeték tágulatot mutatja a kép, majd vezető drótok segítségével átfúrva az elzáródást, egy dréncsével áthidaljuk az elzáródott szakaszt, ezt követően pedig egy öntáguló fémstenttel, egy belső protézissel áthidaljuk a szakaszt, ezt bennhagyjuk, az eszközöket eltávolítjuk, és az eperendszer helyre van állítva, és ezzel a beteg epelfolyása a normál irányba biztosított. Ez egy másik, ez egy tumorterápia, amit említettem, a kemoembolizáció. A betegnél máj daganattal állunk szemben, ahol ha szuperszelektíven a katéterrel megkatéterezzük a daganatot ellátó eret, ez látjuk azt, hogy a katéter a lágyéghajlatba lett bevezetve, és számos kis ágon keresztül jutunk oda, tehát ez a katéterezési technika ma már nagyon-nagyon fejlett, és nagyon-nagyon pici ereket meg lehet katéterezni. Tehát eljutunk a daganatig, akkor a daganatot feltöltjük ezzel a kemoembolizáló anyaggal, ami a lipiodol ultrafluid és együtt a citosztatikum, kitöltjük vele a daganatnak az érrendszerét, és ez ott marad, érrendzárást csinál, és ott tartja a gyógyszert. Ezen a képen csak egy képet mutatok, természetesen nem mindig van ilyen sikeres kezelés, ez egy elsődleges májrák, aminek a kezelése hasonló módon történt, a harmadik kezelési ciklus után 7 hónap múlva ennyi pici már elhalt, nekrotikus szövet maradt vissza a daganatból, a daganat gyakorlatilag eltűnt. És ha megnézzük például ezt a képet, ennek a betegnek több máj áttétje volt, és ezeknek a megsütése utáni állapot, és látjuk azt, hogy a daganat nem veszi fel a kontrasztanyagot, tehát teljesen keringésből kirekesztett, egy megsütött, nem élő szövetről van szó. Egy másik eljárás, ezt csak szeretném megemlíteni, mert klinikánkon nem túl régóta végezzük ezt a beavatkozást, 2 évre tekint vissza ennek a beavatkozásnak a végzése, és több száz beteget embolizáltunk már. Ez a mioma embolizáció, ez a nőgyógyászatú daganatoknál egy jó indulatú daganat, ami viszont a nőknek nagyon sok bosszúságot okoz, mert nagyon erős vérzéseket, fájdalmat, görcsöt okozhat, fiatal korban pedig akár lehetetlené teheti a szülést. Ennek a megoldása korábbiakban a méh eltávolítása volt, hogyha egy bizonyos méretet elért ez a daganat. Ma már katéterekkel felkeresve a táplálóeret és egy speciális méretű embolizáló anyagot beadva képesek vagyunk elzárni a daganat erejét, és ezzel ennek a daganatnak az elhalását tudjuk elérni, amivel lehetővé válik az is, hogy például akár egy ilyen embolizációt követően valaki gyereket szülhessen, vagy pedig a klinikai tüneteit, a vérzését, fájdalmát meg tudjuk szüntetni. Összefoglalásként elmondható, hogy a radiológia az orvostudomány legdinamikusabban fejlődő ága, fejlődése töretlen és jelenleg is nagy léptékű. Ezért alapvetően meghatározza az orvosi gondolkodásmódot és a gyógyítási folyamatokat. Másrészt a radiológus láthatóvá vált az intervenciós radiológiával. A háttérben leletező orvosból a legmodernebb gyógyító eljárásokat alkalmazó közvetlen gyógyító orvossá vált. Ma 330 olyan
intervenciós radiológiai kisebészeti beavatkozást tartunk nyilván, amit rutinszerűen végeznek a világban, és egyre nő a számuk. Különböző műtéti pillanatokat látunk, és ezzel megköszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek azzal, hogy eljöttek és végighallgatták az előadásomat. Köszönöm szépen!